Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban itt a képen látható Jägendorfer Basic Edition Railjet szerelvény fogom nektek bemutatni. Kezdjük is egy kis visszatekintéssel. A Jägendorfer volt az első modellgyártó, aki H0-ban megszerezte a Railjet kiadásának a jogát, és annak idején ő jött ki először ezzel a szerelvénnyel, ezzel a méretarányban. Ugye van hozzá egy Taurus mozdony, és ebben a három kocsis Basic Edition setben találunk egy vezérlőkocsit, egy másodosztályú kocsit, és a másik másodosztályú kocsit, ami a végkocsi, tehát a szerelvénynek a mozdony felüli vége van. Ezek a kocsik meg is vannak számozva, ő a 100-as, ő a 400-as, és a vezérlőkocsi a 700-as. Ugye ezek a számok, ezek a 100-as számok jelzik azt, hogy a szerelvényben hanyadik kocsi éppen az adott jármű. Erre azért kell figyelni, mert ha nem a Basic Edition-t veszi az ember, ami standard normál kapcsolóval van felszerelve, akkor fontos az, hogy pontosan milyen sorrendben jönnek a kocsik egymás után, hiszen a High-End Edition-be ott áramvezető kapcsolók vannak, és nem lehet csak úgy összerakni ezeket a járműveket. De térjünk vissza erre a Basic Edition-re. Ő 2014 óta van nálam, akkor csaptam le rá egy modellboltban. Akciósan volt 88 ezer forint ez a három kocsi plusz a mozdony, ami szerintem egy rendkívül jó vétel volt annak idején, tekintve, hogy ha jól emlékszem, akkoriban jött ki a Pico és a ő, hát mondjuk úgy, hogy Railjetre hasonlító szerelvényével, mert hogy ott a mozdonyon kívül a kocsiknak semmi köze nincs az eredetihez, és akkoriban az a set az ilyen 55-60 ezer forint volt, 88 ezer forintért pedig megkaphattuk ezt a csodálatos Jägendorfer Collection szerelvényt. Már önmagában azért is megéri, hiszen egy Jägendorfer Taurus mozdony, például annak idején a Széchenyi matricás mozdony, az 55 ezer forint volt, hát gyakorlatilag a kocsik azok minimális összegér így a mieink lehetnek. Árérték arányban ez a set szerintem verhetetlen. A mai napig, hogyha összenézzük azt, hogy mennyibe kerül egy Rocco Railjet szerelvény komplette, tehát ha megvesszük mind a 7 kocsit, és mennyibe kerül egy Jägendorfer szerelvény, akkor bizony a Jägendorferrel jövünk ki jól. No de, térjünk vissza magára a képen látható szerelvényre. Ugye azért Basic Edition, mert hogy nincs benne világítás, és sima normál kuplungok találhatóak gyárilag a kocsik végein. A vezérlő kocsiban van egy funkciódekóder, tehát annyi az egyetlen bónusz, amivel lehet vezérelni a kis homlokfényeit, és hát egy funkciódekóderre szükségeltetik bele. A mozdonyban pedig a sima normál MTC21-es vagy a 8 pólusú dekódert lehet beletenni. A High-End Edition-be ott a mozdonyon is áramvezető kapcsoló van, és gyakorlatilag onnan van vezérelve a teljes szerelvénynek az összes funkciója. Én úgy tudom, hogy olyan nagyon sok mindenre nem szabad számítani, a kocsik belső világítása, illetve a vezérlőkocsinak kapcsolhatóak a menetfényei, és annak is ugye a belső világítása. Annyit viszont el tudok mondani, hogy azért a Jägendorfer ára azért egy picit tükrözi azt is, hogy maguk a kocsik, azok mennyire vannak kidolgozva. Már itt is látszik például, hogy alul a kocsiknak az alváza az eléggé elnagyolt, illetve hát mondhatjuk úgy, hogy egy sima, egyszerű, sík felület az egész, tehát itt nincsenek kidolgozva a különböző ilyen berendezések. Oldalról is, hogyha megnézzük, hát mondjuk egy igazi Railjet kocsin sincs túl sok minden, amit le lehetne képezni. Oldalról is, főleg itt az alvás szoknyánál látszik az, hogy talán egy picit ugye ilyen kis műanyag rács van, ez nem ilyen áttört alkatrész, illetve itt is talán egy kicsit ilyen egyszerűbb az egész alváza a szerelvénynek. A forgóvázat elég jól eltalálta szerintem a Jägendorfer, nagyon jó hozza az eredetit szerintem. Szépen azért itt látszik, hogy külön alkatrészként vannak rajta ezek a kis kígyózásgátlók, illetve lengéscsillapítók. Hát ez se egy bonyolult szerkezet, oldalról viszont nagyon jól néz ki egyébként, elég filigránra szépre sikerült. Maga a kocsinak a többi része ugye a betétkocsikon
hát tényleg a tető is egy teljesen egyszerű dolog, itt ez a bornázott tetejű, alig van rajta, talán itt van egy ilyen kis szellőző, vagy ilyen alkatrész, illetve hát ugye a kocsi oldala is gyakorlatilag teljesen sík, az igazi kocsik is ugye ugyanígy néznek ki. A kocsi végek is viszonylag egyszerűek, itt azt választotta a gyártó, hogy ilyen becsukott kis átjáró ajtók vannak. Ugye ezek a szerelvények, a Railjet szerelvények, ezek igazából egységként kezelendőek a nagyvasúton, tehát őket nem lehet megbontani, csak műhelyben. Viszont ugye H0-ban azért az íveken el tudnak mozogni a járművek, nem lett volna szerencsés ezt úgy hagyni, ezt a végét, hogy itt nyitva van, és akkor belátunk a kocsiba, ezért itt egy ilyen kis becsukott ajtót rakott ide a gyártó. A Rokónál azt hiszem teljesen sík, tehát ott még ez sincs kidolgozva, ott egy ilyen teljesen sík lap van itt a kocsinak a végén. Sokkal érdekesebb egyébként maga a vezérlőkocsi, hiszen itt ugye a feje a vezérlőkocsinak, az egy gyakorlatilag egy ilyen Taurus jellegű valami, tehát az van ide rá szerkesztve a magára erre a kis Siemens kocsira, ugye, hogy szép egységes legyen a szerelvényünk. Igazándiból ezt nagyon jól eltalálta szerintem a gyártó, nézegettem fényképeket az eredetiekről, és nagyon szépen el sikerült passzintani a formát. Ami itt ugye a vezérlőkocsinál nehéz, hogy a Taurusnak ugye egy ilyen kis íves teteje van, viszont ugye maga a kocsi szekrény az meg ilyen szögletes itt fölül, tehát ilyen kis trapéz alakú. Hát ennek a lekerekítése az, ami azért nem egyszerű, viszont szerintem azért elég jól sikerült a gyártónak ezt hoznia. Van fönt két kürtünk, ablaktörlők, kapaszkodók, illetve ilyen kis műtyürök. Itt vannak ugye a csatlás légvezetékek és a pályakotró. Pályakotróval annyit kell vigyázni, hogy relatíve nagy a távolság itt a forgócsap és a vezérlőkocsi eleje között, ezért bizonyos lejtviszonyok esetén ez azért akadhat bele dolgokba. Nekem a régi terepasztalom volt az, hogy amíg felszíni állítóművek voltak, hát a Pico állítóműveibe azokba rendszeresen beleakadt a pályakotró, de hogyha nem ilyenek vannak, illetve hogyha nincsenek olyan ív meg lejtviszonyok, akkor nem nagyon okoz problémát. Egyébként a vezérlőkocsiban áramszedősek, a forgóvázak, mind a négy tengely, mind a két oldalon szedi az áramot, és ahogy így látszik, itt alul van egy ilyen kis ajtónk, és ott benne lakik egy funkciódekóder, egy 8 pólusú funkciódekóder, amivel lehet ugye a vezérlőkocsi fényeit vezérelni, hát célszerű úgy programozni egy konziszt címre a mozdonnyal együtt, és akkor együtt lehet őket kapcsolni. Látszik azért itt a vezérlőkocsi alja is egy eléggé elnagyolt valami, nem foglalkoztak ezzel se túl sok mindent. Forgóvázak viszont annak ellenére, hogy ugye áramszedősek, nagyon könnyen gurulnak a kerekek, nagyon jól veszik a különböző terepakadályokat, váltókat, ívlejtő átmeneteket, úgyhogy nagyon jó futása van ennek a kis járműnek. Nekem eddig itt a pályakotron kívül semmi komolyabb negatív tapasztalatom nem volt így futásilag a szerelvénnyel kapcsolatban. Maguknak a kocsiknak a feliratozása, festése az szerintem nagyon szépen sikerült. Jól el vannak találva a formák, jól el vannak találva a színek, pontosan van minden igazándiból rajta teljesen. A kis alvász feliratok, a Railjet logó, ugye itt belelóg az ablakokba is, úgyhogy abszolút egy nagyon minőségi, nagyon jó kis járműről beszélünk. Még a forgóvázon is tamponozottak a különböző kis feliratok, ez plusz pont, ugye sok gyártó ezeket el szokta felejteni, hogy ott is vannak feliratok, de Jägendorfer az erre is gondolt, illetve itt látjuk a kis kijelzőn, itt van a viszonylattábla, ez jelzi, hogy ugye honnan, hova megy a éppen aktuális vonatunk.
Ürem az örömbe, ez nem egy Magyarországra bejáró szerelvény, így a tudomásom szerint. A mozdony az biztos, hogy nem, de szerintem ez a Railjet szerelvény sem bejárós hozzánk. No, és akkor igazándiból még amit érdemes megemlíteni, és amiért valószínűleg a Hegendorfer olcsóbban ki tudta hozni ezt a kis szerelvényt, az pedig a járművek belseje. Ez ugyanis jelentősen egyszerűbben van kidolgozva, mint a rokói, vagy bármi másé. Gyakorlatilag egy színre fröccsöntött műanyag belső a székekkel. Illetve hát ugye a vezérlő kocsinál itt ugye az első osztály miatt más a tagolása, illetve ugye most itt nincs az étkező kocsi, annak is belül más a tagolása, de olyan minőségben nincs kidolgozva, mint mondjuk egy Acme kocsinak a belseje, vagy egy NMI kocsinak a belseje. Egy sokkal egyszerűbb, sokkal primitívebb belső van ezekben a járművekben, ráadásul ilyen fura árnyalata is van, nem tudom honnan szedték, hogy zöldnek kell lenni a Railjet belsejének, vagy ilyen zöldes árnyalatúnak, hát az igazi az ilyen, ugye ilyen szürkés színű ülések vannak benne, meg valami hasonló árnyalatú padló van a kocsikba. Amíg nincs bennük világítás, addig nem probléma, de hogyha szerelünk bele világítást, és fölkapcsoljuk benne, akkor olyan picit furálhat, hogy nem feltétlenül olyan színvilág van bent, mint ami az igazi szerelvényben van. És akkor térjünk itt vissza egy picit a világításra. Mondtam, hogy ez egy basic szerelvény, amiben ugye a vezérlőkocsi homlokfényein kívül nem kapcsolható semmi. Viszont aki szemfüles, az észrevette, hogy itt ezen a kis szerelvényemen nekem Fleischmann kapcsolók vannak, és hogy ott van rajta valamilyen sárga színű réz valami. Na hát én megcsináltam ezt a szerelvényt, egy ilyen basicből fölkonvertáltam, és végig raktam világítást a vezérlőkocsiba is, és a betétkocsikba is, és áramvezető kapcsolón vezettem el az egyik funkció kimenetnek a kapcsolását a maradék kettő kocsiba, így azon kívül, hogy ugye a homlokfényeket lehet állítani, lehet kapcsolni benne a világítást is. Hát egy kicsit így szerintem olcsóbban jöttem ki, mint hogyha megvettem volna a high-end verziót, illetve gyakorlatilag pontosan ugyanazokat a funkciókat kaptam vissza, világít belül, mint ami a high-endben van. Ezek a Fleischmann kapcsolók, ezek talán a legjobb árértékű dolgok, ugye többfajta ilyen kuplung van a Rokónak, van a Tilligneknek. Ezt a Fleischmannost azt hiszem, hogy az SU gyártja, illetve hogy ők szerelik ezt a fajta kapcsolót, nagyon ötletes megoldás, ilyen kis rugós réz dolgok vannak ide felszerelve, és akkor amikor összekapcsolódik a két kocsi, akkor szépen átviszi az elektromos kontaktust is, így ahogy most látjuk. Az az egyetlen egy nagy előnye van ennek a dolognak, hogyha nem kell több, mint két pólus, tehát csak világítást szeretnénk átvinni, akkor messze ez a legolcsóbb. A kocsikat kiveséztük, itt van maga a mozdony. Ez egy Hegendorfer Taurus, tehát számíthatunk arra a minőségre, ami a Hegendorfer mozdonyoknál van. Egy nagyon szépen kidolgozott modellről beszélünk. Nagyon jól eltalálta a formája, gyönyörű szép a feliratozása. Itt is ugye látjuk, hogy alul is végig minden egyes kis dobozka, a forgóváz, minden tamponozva van, precízek, élesek a feliratok, akárhogyan nézzük, akármilyen közelről. Jól eltalált magának a mozdonynak a tetőkertje is. Az áramszedő egy nagyon picit nekem csalódás, a Rokói szerintem szebb és jobban hozza a klasszikus Taurusok áramszedőjét, illetve üzembiztonság szempontjából, ha felső vezetékes az asztalunk, ez a fajta Hegendorfer áramszedő azért jóval kényesebb és problémásabb, mint mondjuk a Rokó megoldása. Illetve a rögzítése is hát olyan érdekes. A Széchenyi Tauruson ott azért vigyázni kell, meg itt ezen az oldalon is úgy nagyon könnyen föl tudán nyílni. Tehát nem,
nem a legkiforrottabb dolog. A tetőkert mind más egyetemben egyébként nagyon szépen megvan itt is csinálva. Össze lehet hasonlítani a Rokóval, hogy ott mi mennyiben tér el, de én azt mondom, hogy csak nagyítóval látható minimális eltérések vannak a mozdonynál. Ami még egy kicsit csalódás, hogy ugyan MTC21-es dekóder van benne, viszont a végzárfények nem kapcsolhatóak külön. Ami azt jelenti, hogyha mögé rakjuk a szerelvényt, akkor bizony itt a hátsó oldalt világítani fog a vörös végzár, ami nem túl jó, egy kicsit illúzióromboló. Én ezt barbár módon úgy oldottam meg, hogy amikor beépítettem a dekódert, fogtam és fekete szikszalaggal letakartam a piros színű ledeket. Így ezen az oldalon már nem ég a vörös végzárfény, úgyhogy hát ez érdekes, meg lehetett volna szerintem MTC21-nél bőven oldani azt, hogy ezek külön kapcsolhatóak legyenek, de hát a gyártó erre nem fordított különösen figyelmet. Én úgy tudom, a high-end verzióban is valami hasonló turpisság van, hogy ott is azért így egybe masszívan ott megvan a vörös végzára szerelvény fele is. Maga a mozdony egyébként mechanikailag, futásilag nagyon jó. Majdnem azt mondom, hogy a régi Rokó minősége. Ugye az újakkal, ahol már annyira nem feltétlenül stabila, egyenletes a minőség, azokkal nem hasonlítgatnám, de egy alapvetően nagyon szép futású, egyenletesen járó, könnyen futó, nagyon finom járású mozdonyról van szó. Ugye a Jägendorfer mozdonyoknál annyit érdemes tudni, hogy a tengelyek azok csapágyazottak, tehát van egy ilyen kis részcsapágy minden egyes tengelynél, és hogyha kifogunk egy olyan járműt, amin nem nincsenek tojás alakú kerekek, vagy nincsen ferdén felszerelve a tengely, akkor nagyon szép futást kapunk. Bizony sajnos a Jägendorfer is Kínában gyártat, és elég változó tud lenni a mozdonyoknak a minősége. Nekem szerencsém volt, ez egy nagyon jó futású példány, amit itt a kezemben tartok. Vele nem igen volt semmilyen fajta gond az utóbbi több mint 7 évben, amióta nálam van. Ami még érdekes, ami biztos föltűnt sokaknak, hogy itt oldalt hiányzik a szoknya takarólemez, itt ugye a Railjet mozdonyokon, nem mindegyiken, de a legtöbbön itt van egy ilyen kis hasonló, ilyen világos szürke takarólemez, na hát ezen a mozdonyon nincs. Egyébként a 238-as példányszámú mozdonyon a valóságban sem volt ilyen takarólemez, tehát ilyen szempontból modellhű járműről beszélünk. Ami egy kicsit sajnálatos, ugyanúgy, hogy a szerelvénynél se, a mozdonynál se igaz az, hogy ez egy bejárós jármű. Ez a jármű, én úgy tudom, hogy Magyarországra nem rendelkezik engedéllyel. Ha esetleg van fényképetek róla, vagy tudjátok, hogy ő azért már járogatott be többször hazánkba, akkor nyugodtan osszátok meg. Én nem találtam ilyen jellegű képet róla. Hát így néz ki ez a szerelvény így teljes valójában. A mai napig én azt mondom, hogy el lehet gondolkodni tényleg egy Rokó szerelvényben, de árérték arányban én úgy gondolom, hogy a Jägendorferé egy picit jobb. Most már azt se lehet elmondani, hogy a Rokónál egyértelműen a mozdony az jobb, és kevesebb problémával rendelkezik, ugye ismerik az utóbbi évek termését a Rokótól, hogy azért ott is besikerültek bizony gyengébb szériák mozdonyokból, elforgó kerékpárokkal, rossz fogaskerekekkel, hangos hajtással, stb. Úgyhogy igazándiból már ez a különbség se nagyon él. Kis érdekesség, a Miniverzumban volt egy olyan szerelvény a magyar asztalon, aminek az első 3 kocsia, én úgy emlékszem, hogy a Jägendorfer volt, és a következő 3 kocsi pedig a Rokó, és egy Jägendorfer mozdony volt a végén. Soha senki nem vette észre, hogy az gyakorlatilag két külön gyártó Railjetjéből lett összerakva. Elvileg idén jön ki még egy kétkocsis szett, két kocsis betétkocsis szett, no hát nem ehhez a verzióhoz, ami nekem van, hanem már az új jelölésű, új feliratozásúhoz.
lehet, hogy be lesz szerezve, és akkor egy öt kocsisra ki lesz egészítve, mert most a régi terepasztalomon nagyon jól nézett ki, hogy három kocsi fért el, és akkor egy három kocsis Railjet. Most ezen az új fenyvesváradi terepasztalon egy kicsit kurtának hat, itt nálam ugye hat kocsis szerelvények bőven szépen elférnek a terepasztalon, úgyhogy lehet, hogy majd ez a kis Railjetem is bővítve lesz a közeljövőben. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!